Lapancsol felemeljük, hogy több jöjjön, kevesebb jön, mikor, hogy van időnk hordani. A gyermekkoromban belénőttem ebbe a szakmába, Isten segedelmével sok minden, csinyat, binyat, fortéját meg tudtam tanulni, nagyon kicsi korom óta benne vagyok. Pontosabban másodikos korom óta nyaronként, minden nyáron örökké többet és többet dolgozom vele, így sok mindent elsajátíthattam magamnak. Rendelkezünk két bányával. Szerencsések vagyunk, mert mind a két bányán közel van. Az egyik száraz ajtatetőn van, onnan hordjuk az agyagos földet, és van egy bányán közvetlen az udvaron hátul a hátsó kárba, ahol a homokos földnek a nagyobb részét teszi ki. Ezt a két földet fele-fele arányban nagyjából összekeverjük a cserépnek, egy gödörbe alul tesszük az agyagos részt, fejjel tesszük a homokos részt, és azt majd szélre kapával összekapáljuk, belérakjuk egy keverőgépbe, ami aztán még jobban összekeveri azt ott. Mózi, a szalagot indítsd el! Múzás, ezzel a szerkezettel elvágja a cserepet méretre, egyben ahogy levágja, úgy a fülites vágja. Én pedig azután van ez a vasforma, amit örökké megtisztítunk, letesszük a formára, és így levágjuk. Azt nem szabad így a formára letenni, hanem egyszer meg kell homokozni jól. Így letesszük a formát pontosan a fülihez, azért, hogy amikor simítsák le, ne legyen tökös. Miután így átveszem a vágóasztalról a cserepet, elveszem azt a simítót, és eldöjtve szépen lazán megsimítom a cserepet, hogy szépen kijöjjön az alakja. Megvizezem, majd megmozgatom, és hátrahúzom, és kiveszem a vasból a cserepet. Hogyha valami kevés hibája van, akkor megigazítom, és beteszem a kócba. Velem már együtt haton dolgozunk. Egy, aki vágja a cserepet, én levágom formába, átadom a simítóknak, hárman simítsák tökéletesre, és három pedig odaadja egyetlen egy embernek, aki elhordja. Téglánál csak két ember dolgozik, ketten vetik, egy férfi és egy nő. A nő általában mindig veti a téglát, a férfi közben megcsinálja a sárt, kihordja, és amikor szabad ideje van, akkor ő is ugyanúgy veti a nővel együtt. Ez a nyáron így történt. Hogyha az agyagos sárt összekeverik a homokos sárral, és úgy vetnénk a téglát, a nap a száradás során elszakítaná az egészet. Lágyabb kell természetesen, mint a cserépnek. Nem kötelező módon, de nagyjából lágyabb, hogy lehessen jól belégyúrni a formába, minden sarkát töltse ki.
kisebb cserepet nézzünk, meg tudunk csinálni egy olyan 1600-1700 darabot per nap, annyi ember. Ha nagyobb cserepet nézünk, akkor csak 1400-1500 között tudunk egy nap megcsinálni. Téglából, hogyha nagyon jól dolgoznak, és jó napig volt a téglavettőknek, 1000 darabot maximum mostani szint szerint meg tudnak vetni, de van úgy, hogy többet, van úgy, hogy kevesebbet, úgy nagyjából 1000. Kupásból pedig 150 darab, 100 darabot egy nap annyit meg lehet vetni. Attól és mérettől függően kisebbből 150, hát nagyobbból inkább a 100 felé hajlunk. Cserépetés után, miután a hordónak átaladták a simítők a cserepet, a hordó elviszi a színbe, felteszi a polcokra, megvan normálisan, hogy kell feltegye. Azután lesz egy olyan 2-3 hét időtől függvényében, hogy mennyire van jó idő, mennyire van szárás idő, hogy tudjuk az ajtókat mozgatni száradásilag, így egy olyan 2-3 hét jó időben a száradás idejának. Minél gyengébb idő van, minél rosszabb idő van, esősebb idő, annál tovább fokozódik, nyúlik ez a folyamat, a száradási idő. Téglánál szintén kell másfél hét kupásnak kell a legkevesebb idő, az, hogy lehessen mozgatni egy másfél hét, két hét annak is szinte. Miután megszáradt a cserép, azután mi katlanba tesszük, természetesen katlanba úgy megvan a formája, hogy néz ki a katlan, alul kerül mindig a tégla, ha együttesen égessük a katlanba a téglát, a cserepet, a kupás, megvan melyiket, hogyan kell tegyük. Mindig legalul kerül a tégla, annak meg formája megvan, hogy hogyan tudjuk kihozni a boltíveket, ahol majd azok a tüzelőházak lesznek. Későbbiekben aztán tesszük a cserepet, szintén megvan, hogy kell tenni, akár, hogy nem lehet fűre kell tenni kocka alakba. Utólag pedig legvégre szoktuk hagyni a kupást. Az égetés önmagában egy hét teljesen éjjel-nappal szüntelenül ég. Vannak kezdeti fázisai, vannak előre csak kezdjük a füstölését, gyengébben füstölünk, utána örökké kicsivel többet readagolunk, már más fát teszünk. Utána aztán majd három nap után beadjuk a legelső úgynevezett nagy tüzet. Egy szakasz, két szakasz, három és majd végén négy szakaszos tüzelést adunk be nekik. Mindig mi csak egy felőről tüzelünk, majd utána forgassuk a tüzet. Egyik fel a katlannak mindig be van téglával csinálva. Most kezdtünk neki fogunk tüzelni, tegnap este gyújtottunk, így jelenleg mi csak a kezdeti fázisnál vagyunk, a füstölés részénél kevés füstöt teszünk, lassan füstöljük ezt a borítás téglát, minden másodikot ellentétesen fel kell így állogatni, hogy a füst tudjon jól átolni. Mikor a cserép annyira megmelegedett a tüzek során, azután szélre mindegyiket le kell borogatni. Egy a fontos, sohasem egyszerre az egészet, hanem lassan, fokozatosan, ahogy a katlan adja, és megmelegedett a cserép, úgy gyöjtsük le a téglákat. Ah,
Jó, viszont. Kóra, bók, nem megy. Miután kiégettük a cserepet, meglett a késztár, még cserepünk kupásunk a tégla. Az eladás során most már egyre ritkábban tudunk eladni magánszemélyeknek, ezért sokkal többen keresnek itt templomok, műemlékek, alapítványok, természetesen az alapítványok és ilyen régi épületekre a megadott célra teszik fel, hogy tartsuk meg ezt a régi hagyományt, régi szokásokat.